Mindenki dolgozik ebben a miskolci autószerelő műhelyben, mégis egy hetes várólista van. Olyan sok a munkájuk, hogy alig bírják. Azt mondják, vennének fel új dolgozókat, de nem találnak embert. Azt látom, hogy akit el tudná, vagy akit szeretnénk felvenni, azok olyan helyen vannak, hogy nem jönnek el, illetve aki meg eljönne, azt meg nem vesszük fel, mert hát emberileg is, meg szakmailag is nincsenek azon a szinten, amivel én meg lennék elégedve, tehát nekem is ki kell adni egy bizonyos szintű munkát, vállalni kell érte a felelősséget. Nem csak a kisebb vállalkozások, a nagy cégek is azzal küzdenek, hogy nincs szakképzett munkaerő, pedig munka lenne. Csak a Volánnál majdnem 100 embert vennének fel, keresnek sofőröket, szerelőket és műszaki diszpécsert is. A rengeteg betöltetlen állás ellenére májusban 251 000 regisztrált munkanélküli volt az országban. Ez a muronyi nő is azért lapozgatja a helyi újságot, hogy a szakmájában állást találjon. Lovasoktatóként végzett, szereti is ezt a munkát, de a környéken ilyen állást senki nem ajánl. Azt mondja, már akár el is költözne, csak a szakmájában dolgozhasson. Nem szívesen költöznék, ugye, tehát a családom itt van, itt nőttem fel, viszont hogyha kapnék egy olyan lehetőséget, ami minden téren megfelelne szakmámban egyértelműen, akkor költöznék. Az LMP-nél azt mondják, a kormány hibája, hogy míg sokan nem találnak szakképzett munkaerőt, mások nem tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. Szerintük a kormány a saját csapdájába esett, amikor a külföldi nagyvállalatok idecsábítása érdekében az olcsó munkaerő országává tette Magyarországot. Létre is hozta ezeket az alacsony béreket, csak éppen a magyar emberek azt mondták, hogy ilyenért nem hajlandók dolgozni itthon. Több százezer magyar ember ment el külföldre egzisztenciális okokból, és az látszik, hogy ezeknek az embereknek nincsen meg az utánpótlása országhatáron belül. Abban a pillanatban, hogyha a bérek elkezdenének rendeződni, ez a helyzet változna. Szerintük az is probléma, hogy nincs elég állami támogatás azoknak, akik az otthonuktól távolabb vállalnának munkát. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány is látja a gondokat, és dolgozik is a megoldáson. Most fogadtunk el a júniusi parlamenti ülésen már olyan jogszabálymódosításokat, amelyek adókedvezménnyel növelik annak a lehetőségét, hogy a munkabajárást a munkaadó támogatni tudja, valamint beruházási kedvezményt tud igénybe venni az, aki a munkásszálló kialakításánál, vagy a munkaerő szállás lehetőségének a megoldásában kíván munkaadóként segíteni. A változtatások a miniszter ígérete szerint 2017. január 1-től lépnek életbe.